Na, szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek, itt Sámán, és folytatjuk a God of Város kalandozásainkat. Már régen nem volt, nekem is még valószínűleg vissza kell, hogy rázódjak egy kicsit a játékba. Úgyhogy viszont off-stream kicsit kalandozgattam, és felfedezgettem azokat a dolgokat, amiket így nagyjából lehet. Főküldetést egyáltalán nem csináltam, annyi van, hogy a képességfát, azt látjátok, hogy most hogy állunk, amit csak lehetett, azt igazából megvettem, egy kicsit tartalékot azért hagytam, ilyen kis mozgásteret, hogyha esetleg netán belefutnánk egy olyan enemibe, amikkel elég nehéz lesz megküzdeni. A Atreusnak a képességeit, azokat fullra felfejlesztettem, amit csak lehetett, hiszen azt nagyon sokat használom, illetve a páncélzatok közül is megvan ez az újabb fajta páncélzat, és megpróbáltam a legjobb rúnákat berakni hozzá, amik vannak, úgyhogy egyelőre most 4-es szinten állunk. Innen folytatjuk tovább. Hát Atreusnak ezt a kék páncélját le kéne majd lassan cserélni, de hát ezt majd még meglátjuk, hogy ez hogyan lehetséges. Ugye itt ebben a részben ez a rúna van bent, ugye mindenhol, gyakorlatilag majdnem mindenhol a sebzésre mentem rá, és olyanokat raktam be, amik ezt erősíthetik, meg az életerő defenzet, szóval a harcos képességeket gyakorlatilag. Na, úgyhogy szerintem csapassuk, vágjunk is bele, nézzük, hogy folytatódik Kratos és Atreus története. Egy hörpintés kávé, és indulunk is utunkra. Ha minden igaz, arra valamerre kell menni. Arra? Figyeljetek már, ilyen shallow desktop field volt. Szóval mélység élességes cuccok voltak eddig is benne. Úgy emlékszem, mintha minden éles lett volna. De érdekes. Ó, oh, oké. Okay. Mindegy. Ez nem befolyásolja a játékunkat. Szóval ott van egy egyébként. Azt már felvettük, ugye? Azt az életfa, vagy a, hogy hívják ezt, nem életfa, hanem valamilyen... valamilyen az Yggdrasilnek a gyökereit. Várj, nem erre kell menni. Ha itt. Hát az elején még lehet, hogy bénázni fogok a harcolással, mert már nagyon-nagyon régen nem játszottam a játékkal. Aha, ez egy ilyen híd, amit csapolta, amit fel kell vonni. Hogy lesz valami harcszerűség. You were taken from this realm too early. You who walk among the living, my beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. Össze kell gyűjteni a csontjait. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy, I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death, if only for a short while. Boy, we are leaving. They've taken three of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. A tó körül szórták szét a csontjait. Gulvig will reward you. Okay. Jó.
Hogy állok életerő ügyileg? Ha, közt felvesszük. Jó. Lehet, hogy valamit szétrombolni. Nézd már, itt is van egy. Gyanús ez nekem. Gyanús ez nekem. Ezért volt ez itt. Mert melyikkel kell dodzsolni? Aha. Rokta. Az nem volt olyan nehéz enemi. Elfelejtettem már, hogy csak akkor. Csak akkor lehet a rúnákat használni, hogyha nálam a Leviatán fejsz. Ez nem volt nehéz enemi. Kaptunk egy rúnát? Vagy mi ez? Nem, a cél. Maybe we should look for those bones. Why? Didn't you hear him? We could talk to mom again. If we keep an eye out while we wish, boy. Okay. I will not be distracted. Elég sok minden volt itt. Nagyon jó. Okay. Hát ezt most egyelőre hagyom. Hát ha később szükség lesz rá. Na menjünk akkor barlang felé. Na, megint a sötétbe fogunk botorkálni. Mimir a rádió. Unaloműző rádió. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge onto his son. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Szerintem ezek ilyen, ilyen gyakorlatilag ezek ilyen törtőképernyők voltak régen. Szerintem a PS-hez. Bár mondjuk tök jól néz ki, tehát hogy ez a rész nagyon átérünk a fagy birodalmába. He caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night, so far from home. Thor. And what happened next? You'll see. Thor killed him. Oh no. He found the village? Ooh, az mekkora kalapácsot? Thamur fell. Crushed a charming place famed for worshipping the Vanir god Njord. Thor always took credit for planning that one. The truth is, the sweaty claw bag just got lucky. Szóval valami, szerintem itt inkább majd olyanok, olyan támadások kellenek, ami... Ha ott lesz egy... Na mehet. Mi ez, egy farkas ember? De 18 pluszos. Rácok. Ó,
Az szép. Na, vagytok még? Ennyi, megkaptuk az XP-t. Ó, oh, ezt miért nem tudom? De érdekes. Ez itt egy valamilyen ilyen misztikus kamra. Ehhez nincsen kövem. Ja. Ez kell valami kő. Itt van bent valami? Oda föl tudok menni? Nem, nem tudok. Jó. Oké. És most? Darn, that didn't seem to do anything. Ha. De valamit csinál. Brother, looks like that crystal's brimming again. De az hogy lehet? Nézzük már meg közelebbről egy picit. Ó, azt lehet forgatni. Nézzük meg most. Oké. Nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen ilyen különböző challenge-ek vannak. Tehát, hogy nem annyira repetitív az egész. Például a Valhallában ezt nagyon nem szerettem, hogy nagyon hasonlítottak egymáshoz. Gyakorlatilag ugyanolyanok voltak a challenge-ek. Itt meg azért más. Itt is van még egy. Oké. Okay. Ezt nem tudom lerakni. Vagy eleve le van rakva? A lánc. What happened to the survivors? Oh, Thamur was a frost giant. Itt is van egy misztikus átjáró. Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. Menjünk tovább. Tényleg, Atreusnak mi a képessége? Mókus? Hát végül is. Majd, hogyha harc lesz, akkor lehet, hogy megváltoztatunk. Minden zegbe, zugba érdemes benézni, mert mindenhol lehet valami. Jó, ez egy vérdarab. Melkos vér, de kék. Úgyhogy... ezt most nem használjuk, mi már nekünk már lila van. Kicsoda? Ő Thor. Szerezd meg egy darabot a vésőből. Az a véső, ami ott van a fejébe? Hogy lengedezik a szakálla? Na nézzük. Atreusnak ez nagyon hatásos, az a
Ajaj. Az nem jó. Tűnés. Rejtőzzünk el. Aggasztán. Gyerünk most, gyorsan. Zazza, meg vagy. Kaptunk egy rúnát. Ó, ez nagyon jó. 50%-kal növeli a fagytámadások elleni halmozódást. Szerintem ezt lehet, hogy be kéne vetni. Aggasztján szíve. Törmeléke. Ez mi? Acél. Ha. Ha ide kell egy kristály. Jó. Közben szedjük össze, ami van. Jó, ezt a ott van fönt. Ezt a fagytámadásokkal szembeni ellenállást, ezt berakom. Mondjuk feltöltődés. Ez lesz az. Bifrost védelme. Szerintem ezt most egyelőre kiszedem, egyébként ez egy nagyon jó rúna. De rakjuk be inkább ezt, hiszen szerintem ezek lesznek most itt többségben. Helyzet az, hogy itt van egy challenge. Itt van egy challenge.
Ezt jó lenne megcsinálni, csak hol a láda hozzá? Az a kérdés. Aha. Itt lesz. Jó. Ez majdnem jó, csak a fordítottja kéne. Na, hello. Na. Ó. Jó, hogy ez ennyire forgós. És azt honnan? Lehet, hogy innen föntről. Na hát. Ez mind érdekes. Várjál, akkor lehet, hogy... Innen kéne eltalálni valahogy úgy, hogy arra forduljon. Na ez jó lesz? Aha, megvan az egyik, jó. Kis. Szóval itt a másik. Egy kis piramis, meg egy hármas piramis meg vagy, jó. És a harmadik, ez hol van? Hol van a harmadik? Szóval ott van a kő. Kő, azt olvasd már el. Can you read it? Kedves Atreus komám. Ah yes, it was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. For that they loved and worshipped him here. A kérdés, hogy ez mit nyit, vagy ez miért kell? Szóval ez mire kell? Nem is ezzel kell. Hogy kell váltani a nyilak között? Nem? Ha így. Ó. Na nézzük. Enemy? Nem. Ó, birodalmak pora. Nagyon jó. Helyes. Na de nem ezt kerestük. Az ott egy olyan cucc, amit meg lehet ütni. Oh. Oké. Okay. Nem? Nem? Ez lesz az. Ez lesz az. Nagyon jó. Valami durva cuccot adjál, légy szíves. Ez mi? Legendás bűbáj. 6%-kal növeli a fejszehajítások által okozott sérülést. Az egész jó. Elég sokat szoktam haigálni. Na. Szóval gondolom, hogy arra kell tovább menni. Máshol más opciókat nem nagyon látok, úgyhogy... Atreus nagyon jókat sebez egyébként. De inkább az elektromosat használja. Na, sokkal jobb.
Na most ő csak alszik, vagy kampó neki? Tamúr feje. Szóval ez nem Thor, hanem Tamúré. Ó. Hát mondjuk, betörjük. I have a plan. Van egy terve. Szerintetek milyen terve van? Don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Azt, szerintem azt a nagy kalapáncsot kell. De várjál, hogy kerülnek ide a tüzesek? Hogyha ez itt mind... Nagy fiút verjük akkor már. Lehet. Az szép. Na gyertek. Na vagy még? Szép volt. Ez jó volt. Még ilyet. Jöhet. Az egész sokat. Ez újfajta. Mennyi heal van itt már? Ennyire kis? Nem. Visszállsz, felvesszük ezeket a cuccokat mind. Ez mi? Acél. Jó. Kaptunk egy kis rúnát is. Hiszen mindent felvettünk. Nézzük meg. Wow, that was something that fight. Here, catch. Well, that was a waste of a perfectly good hour. How were you not seen? Ez mekkora? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, hát így utazgatnak. So it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually... És csak így be tud lépni. Wow! Azért ez elég durva. It doesn't seem to work on dragons, though. Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are. Brock was asking about me. Was there meat on his breath? Javítsál már rajta. You let him touch this again. Milyen jó lenne, ha összeállnának ezek ketten. Come on then. A kék, meg a ő. Hú, ilyen nehéz. So that's how Brock was in the temple right after the water drop. He stepped between realms. Okay, now shush. I need complete silence for this. Milyen durva, hogy így csöpög az aljáról. There you go. Ha? Most már mit tud?
Kaptunk valami speckó képességet. Szerintem találd meg a kalapácshoz vezető utat. Először is azt nézzük meg. So, this plan of yours. Can you guess it? Knowing you, it doesn't involve standing around here. Correct. But how do we move forward? Mindent összeszedtünk. Valamit mondott, hogy a vésőből kell szerezni valamit. Jó. Azt ott... Igen. És ez, és ezzel most... Ó! Oh. Ó! Oh. Na de hát nem sikerült. Mondom én. Careful! My shop's right here! Jól van, na, óvatosak leszünk, csak kíváncsi voltam, hogy ez mit tud, mit csinál. Father, over there. Merre? Arra felé? Ja, hogy ezt nyitotta ki. Aha, értem. Na például ez is egy teljesen új dolog volt. Hármat kellett lőni. Na, ajtó. Ó! Oh. Challenge. Az nem hat rá. Tartom. Voltam. Na gyerünk! Nem volt szapacázunk talán. Ez az. Ez valami zombi volt itt. Vagy fagytok meg? Ha ott van valaki, csak beszorult szerintem. Az a baj, hogy nem fogom, nem tudom kinyitni. Itt föl lehet menni? Ez valami bug. Ha!
Nem kellett volna bebételnie a cuccot. Ja, lehet, hogyha mondjuk elmegyek, akkor mondjuk elmegyek ide, akkor lehet, hogy egy idő után. Na várjál csak! Várjál csak! Oké. Okay. Oké. Okay. Ez valamit csinál. Ezekre a felületekre lehet mászni. Igen, hogyha mondjuk azt... Kezdem sejteni, hogy mi lesz, de már még nem biztos. Így. És akkor vajon? Annál jobban nem lehet. Csináljunk egy új rázást. Mert szerintem ezt nem fogom tudni itt megcsinálni. Addig nem engedi, amíg azt a zenemit ki nem nyírjuk. Jó, akkor töltsük vissza. Csak, hogy is van. Beállítások, betöltés. Automatikus mentés, megerősítés. Hát kíváncsi vagyok. Na, szerintem nem kellett volna bebételnem azt a... Vagy lehet, hogy az a zenemi beesett oda. És azért nem tudtam. Na, most engedi. I came here on a diplomatic mission once, trying to broker a peace between Asgard and Vanaheim. That war. So many lives. What I didn't know was Thor already gone on a killing spree of giants. What do the giants have to do with the war between the gods? Kicsit visszám. Nothing at all, lad. That's the tragedy of it. They took no side in that madness. But Odin's paranoia is surpassed only by Thor's lust for blood. Ennyi? Na már jó, akkor viszont... Mondjuk... Lehet, hogy így lehet. Hopp, el lehetett volna. Ez az. Oh, very nice. És ez valami nagyon speckó láda. És lehet, hogy nem az, de tök úgy néz ki. Erős rúna támadás. Ideiglenesen felerősíti a Leviatán fejszét, ugye a kis fagyasztó robbanás kelt minden ütésnél. Egy kevés bónuszt ad a rúna és a normál támadásokhoz. Nézzük már meg. Igen, ennek is egész nagy a sebzése. Tudjátok mit? Befejlesztem, és akkor berakjuk. Akkor ugyanannyit sebez. Így. És akkor beraktuk. Megnézzük. Oké, mehetünk tovább.
Na, úgy néz ki egyébként, hogy ezt kell csinálni, hogyha itt egy kicsit így beragad valami. Akkor így vissza kell tölteni az automatikus mentést, és akkor elméletileg jó lesz. Kérdés, merre kell menni? Merre kell menni? Lefelé? Ha, így. Another crystal. Just give the word. Roma! Huh? Huh. What now? Szóval úgy néz ki. Csak, és ezt nem lehet megütni? Nem. Jó, úgy néz ki, hogy ez nem hat rá. Szóval valahogy el kéne érni, hogy elforduljon. Nézzük meg. Kicsit messzebbről. Pedig azon lehet fölmászni valahogy. Kérdés, hogy pontosan hogy. Nézzünk szét, mert általában itt ilyenkor szokott még lenni valami. Jó. Vágom már, mit kell csinálni. Így. Ez az. És most? Á, még egyszer. Az az. Ott van valami virágító kristály. Gondolom azokat kell. Well, a stealthy planet is not. Now we must free the other strap. We do? Hogy? Ja. Fölmegyünk. Oda nem tudok átugrani. Why are we going up when what we need is all the way down there? Think. Well, the tip is under thick layers of ice. Gondolkodjál végig. Gondoljad végig, Atreus. There are any shattered crystals nearby for me to shoot. So that's not an option. Correct. I just leave smashing the ice. We need something ridiculously heavy to. Oh, I get it now. Good. Ez eddig nem jutott eszébe. Nem a legerősebb kés. Azt kell mondjam. Innen nem lehet. Ja, várjál, ez a másik fajta. Igen. Oh. Very nice. How are we going to turn the hammer so it lands near the chisel tip? Not possible. We cut it free, write it down, and figure out what comes next after. So your plan involves a whole bunch of luck then. Hát az igaz. You are welcome to suggest a different one. Azt mondja, hogy szóval a tervem az, hogy egy csomó szerencs, hogy ez tervem egy csomó szerencsén múlik. Hát gyakorlatilag mindig a szerencsével játszunk.
Hold tight. Az komoly. Emeld meg. Úgy, ennyi. This plan seems ill-advised. Jump! That didn't work. It only fell a little ways. Hát, félig bejött. Nézzünk be ide. Közben megnézem már, hol járunk a térképen is. Derékpáncél. Hát... ezeket a kékeket lehet, hogy majd eladom. Na. Szuper. Egész jó felfedődött ez a rész itt. Tetszik. Tudom, ez már a térkép széle, itt az jelöli a térkép szélét. Interesting. Oh no, the floor's collapsed. There's a sand hole, but beomlott a föld. We cannot. Na, erre most nincsen szükség. Minden esetre jó, hogy itt van. Na. És... aha. Ott van valami. What does it say? When time itself is deserted, the forward path is retrograde. Retrograde? It's backwards? Those symbols? Visszafelé. Yeah, but the order's all jumbled. Shouldn't it be winter, spring, summer, autumn? Why start with winter? It's from a song Mother used to sing. Do I know that one? Winter at... quiet, head. Doesn't like music either. Got it. Visszafelé. Levélhullás. Utána jön a nyár. És a végén a tavasz. Na várjál. Ennek nincs is. Ennek nincs is. Ja, akkor viszont innen kezdjük. Tél. Ősz. Ha lehet itt őszt. Nem lehet. Tavasz. Nyár. Ősz. Tél, tavasz, nyár, ősz. Nem, az nem lehet. Na, még egyszer. Try that. Ja? Akkor sikerült. Na, hello Pisti, mi a helyzet? Éppen nagy rejtvényfejtésbe vagyok. Na, valami történik. Oh, magical. Ennyi. Keep writing. Thor. 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 Head, how is this possible? My guess, temporal magic. Dangerous stuff the High Vanir gods used to play around with. The ability to freeze time. Időmegállító képesség. He used to, himself, in fact. Used to? Why did they stop? Well, turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves that chase them, always looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone.
I can't get to the boat! Szép. It's clear. Back to writing before the floor collapses. Addig én fölveszem a lootot. Ez már nem sokára a vége. Tényleg? Oh. Nem tudtam. Igazából fogalmam sincs, hogy hol járok fel pillanat. Igazából csak megyek előre, csinálom a küldetéseket, ahogy lehet. Az, hogy még mennyi van hátra, meg hogy hol tartunk per pillanat, az... Ugye az a cél, szerintem most már ez lesz az egésznek a fő célja, hogy a... szétszórjuk a anyánknak a hambait. De még nem szereztem meg a másik fegyvert. Szóval... szerintem azért van még itt. Lootoljuk ki. Szóval nem tudom, hogy mennyire vagyunk még a végétől. Minden esetre nagyon kíváncsi leszek, mi lesz majd a végén. Ajaj, ezek ilyen robbanósak. Többet kéne használnom a rúna támadást, de ezek ilyen pici enemik, szóval ezeken... fennfeltétlenül második szintűeket, én meg negyedik vagyok, szóval... Amit egy bosszú. Ez nem jó. Mondjuk az jó, hogy a bosszikat meg tudja állítani. Az minden esetre egész jó. Na? Van még valahol loot? Azokat a híleket hagyjuk, hát ha. Lesz itt még egy nagyobb enemi. Oly-oly. Azaz. Nagyon akciódús. Na, hol vagyunk? Igen. És most mit kell csinálnunk? Még megy fölfelé? Emelkedik még, vagy... Ja, várjál! Oké, ezt eltoltam. Jól van. Igen. Szerintem... most azt toltam el, hogy ezt utána gyorsan... Oh.
Jesus. Father, the ball dropped away. What's happening? Nem ezt kell csinálni. Azt hittem, ezt kell csinálni. De nem ezt kellett csinálni. Azt hittem, hogy a másik nyilla is meg kell lőni. Na jó. Végül fölértünk. De a Mimir nagyon komolyan tolja. Azt mondja, you did well. Ó, oh, köszi, köszi. A push. Trust me. A push. Ready. Na. Kicsit toljuk meg. Yes, sir. Na várjál. Azt hittem cinematic lesz. Na. Ennyi. Szerintem ez már át kell szakítsa a jeget. Come. Ennyi? Do not panic. Why would I panic? Nehogy pánikolj. I have you. Ja, a Mimir beszólt. Te maradj van, ugye tudod? Jól van. De már el kéne mennünk innen minél előbb. Kb. Oda. Juss el a vésőjén. De most az a feladat, hogy szereznünk el valami darabkát a vésőből. Hát én lefelé akarok menni. Oda lefelé nem tudok ugrani? Miért nem tudok lefelé ugrani? Lehet, hogy ezt ilyen körülményessége kell. Oh-oh! Itt valakik vannak, akik minket keresnek. Mindjárt kilutoljuk ezt a helyet. Ki van ott? Nem látok senkit. Senki érdemlegest. We saw with Baldur, his nephews. Aye, Magni and Mor. Oh, the sons of Thor. Mother always said they were the worst of guys, and Thor was the worst. What's this? It. This is a terrible father. Keres, hogy nekik milyen sebzésük van, majd a. A gondolom, ő lesz az egyik, akivel az a legelején küzdöttem. Nem is tudom, hogy hívták. Az ismeretlen férfi. Hát küzdöttünk már sárkányjal. Ó! Ott vannak jégbe fagyva. Ebédlő. Ha nézd már. Ja, nem ezt. Ja, ezzel. Kicsit eltakarítottuk az útból. Na?
Hagyjál neki. Ó, és ezt oda tudom dobni. Azt nem tudjuk kiszedni ott. Ó, dehogy nem. Mondtam én. Kőszakál király. Na most. És ez a rúna. Aszta! Nem ezt akarom verni, őt akarom. Toljuk neki. Kapta halt? Mondjuk annyi van, hogy ezeknek mindegyiknek ugyanolyan a kivégzése. Ez nagyon tetszett ez a rúna.